Halason is tombolt, fát tört a hétvégi vihar, több helyen áramkimaradások voltak. Nem kell maszkot viselni a közterületeken, az üzletekben viszont továbbra is el kell takarni a száját és az orrot. Vége a kórházi látogatási tilalomnak, egy beteghez egy nap egy hozzátartozó egy órára mehet be. Minden érintettől várják a visszajelzést, idén nyáron is ingyenes ebédet kaphatnak a rászoruló fiatalok. Jó estét kívánok, május 25-e van, ezek pedig a legfrissebb kiskunhalasi hírek. A halasi tűzoltók segítségére is szükség volt a pünkösd vasárnapi vihart követően. Az Olajbányász utcában a régi MOL székház közelében jókora faág hasadt le, amely veszélyeztette a közlekedőket. Több kisebb fa is kidőlt, a tűzoltók magasból mentő segítségével hárították el a bajt. Ettől a helyszíntől nem messze, a Stravia telephelyénél egy jókora fát tövestől fordított ki a szél a földből, és leszakította az elektromos vezetéket. A tűzoltók a Démás szakembereit kérték a helyszínre, akik meg is érkeztek. Az ügyeletes szerelők állították helyre a sérült vezetékszakaszt. Bács-Kiskun megyében 100 riasztást kaptak a tűzoltók viharkárok miatt. Körözött járművet találtak Tompánál. A Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint éjszaka kilépésre jelentkezett a Tompa közúti határátkelő helynél egy Volkswagen Caddy-vel közlekedő külföldi. Az egyenruhások az ellenőrzés során megállapították, hogy a járművet lopás miatt körözi a német hatóság, ezért azt lefoglalták. A szerb sofőrt pedig elszámoltatásra előállították. Egy hét alatt 11 vezetéstől eltiltott sofőr ellen is intézkedtek a rendőrök a megye területén. Az eltiltás hatálya alatti vezetés korábban szabálysértésnek minősült, azonban május 14-től a bűncselekmények közé emelték ezt a jogsértést, amelynek így a korábbinál súlyosabb az elbírálása. Most egy egészen más témával folytatjuk. Kiskunhalas polgármestere a napokban tette közzé, hogy idén kik kapnak városi elismeréseket, szakmai díjakat. A Kiskunhalas város közneveléséért, a Kiskunhalas város sajtódíjában és a Kiskunhalas város sportdíjaiban részesülő személyeknek június 4-én adják át az elismeréseket. A Kiskunhalas város egészségügyiért díjban részesülők pedig a Semmelweis napi ünnepségen vehetik majd át az elismeréseket. A díjazottak teljes névsora megtalálható hírportálunkon a halasmedia.hu oldalon, és természetesen a díjátadó ünnepségekről is részletesen beszámolunk majd. A vakáció munkanapjaira idén is ingyenes ebédet kaphatnak a rászoruló fiatalok. Minden érintett levelet kapott az önkormányzattól, kérik, hogy olvassák el a küldeményeket, és a megadott határidőig, legkésőbb június 3-áig jelezzék vissza, hogy kérik, vagy pedig nem igénylik az ebédet. Közeleg a vakáció, az iskolai szünet, ami azt jelenti, hogy ezzel elkezdődik majd a nyári gyermekétkezkedés Kiskunhalason is. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok kaphatnak idén is, ezen a nyáron is ingyenes ebédet. Az önkormányzatnál és a Kix főzőkonyháin már megkezdődött az étkeztetés szervezése. Az érintettek megkapták a tájékoztató leveleket. Mindenkit arra kérnek, hogy időre juttassa vissza a válaszokat ide a Kiskunhalasi Városházára. Már több éves gyakorlata van annak, hogy az iskolai szünetek munkanapjaira ingyenes, napi, egyszeri melegételt kapnak a rászoruló fiatalok. Ez sok családnak nagy segítséget jelent, főleg a 2,5 hónapig tartó nyári szünetben. Aki jogosult rá és szeretne élni ezzel a lehetőséggel, annak június elejére kell eljuttatni az igényléseket a Városháza szociálpolitikai csoportjához. Fontos tudnivaló, hogy aki nem tart igényt az ebédre, azoktól is várják esetükben a nemleges visszajelzést. A nyári szünet időtartama az 54 munkanap lesz. Az önkormányzat biztosítja a gyermekek számára az étkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetűek részére.
Az igénylőlapok a szülők részére kézbesítésre kerültek, ennek a leadási határideje az június 3-a, tehát jövő hét vége. Arra kérjük a szülőket, hogy abban az esetben is hozzák vissza, hogyha ha nem igénylik. Ha viszont behozzák és igénylik az étkezést a gyermekek részére, nagyon fontos, hogy vigyék el. Amennyiben valami közbe jön és mégsem kérik, akkor időbe szóljanak, jelezzék, hogy ne kerüljön fölöslegesen az étel lefőzésre. Ez pénzbe kerül az önkormányzatnak és az államnak is. A vakációs ebédet halasom ezen a nyáron is az önkormányzati főzőkonyhák készítik. A megküldött tájékoztatók részletesen is tartalmazzák, hogy mikor, melyik konyhához kell menni az ebédért. Az elvitel ezúttal ismét Hordogban történik. Az elmúlt évekhez hasonlóan eddig a Kuruc Vitézek teri főzőkonyhán történt, onnan lehetett elhozni az ebédet. Most viszont meg fogjuk bontani. Az első két hétben a Kuruc Vitézek főzőteréről lehet, aztán utána a Bajza utcai óvinak a főzőkonyhájáról, és az utolsó időszakban pedig ismételten a Kuruc Vitézek főzőkonyháról. Jelen állás szerint most még nem kell megújítani a gyermekvédelmi kedvezményeket, de ha változás lesz, értesíteni fogják erről az érintetteket. A veszélyhelyzet miatt meghosszabbodott a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek az érvényességi ideje. Tehát akiknek tavaly novemberben lejárt a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága, azon belül a hátrányos és a halmozott hátrányos helyzetről szóló igazolás, az meghosszabbodott a veszélyhelyzetet követő második hónap utolsó napjáig, ami azt jelenti, hogy egészen november végéig a mostani álláspont szerint. De ha változás lesz benne, akkor értesíteni fogjuk a szülőket levélben és a médián keresztül. Életbe léptek az enyhítések, de nem célszerű eldobni a maszkokat, hiszen sok helyen még viselni kell ezt a védőeszközt. A közterületeken most már nem kötelező a maszkviselés, viszont többen még óvatosak, és az utcákon is használják a maszkot. Az enyhítő intézkedések közül ez a szabály volt az, ami lényegében mindenkit érintett, és amit valószínűleg sokan a legjobban vártak. A járványügyi korlátozások enyhítésével összhangban már nem kötelező arcmaszk használata a szabad téren lévő peronokon, a MÁV, valamint a Volánbusz állomásain és megállóiban. A járműveken, vagyis a vonatokon és a buszokon, valamint a zárt utasforgalmi helyiségekben továbbra is viselni kell a szájat és orrot eltakaró maszkot. Fontos tudnivaló, hogy az üzletekben, illetve több zárt helyen, az ügyfélfogadási helyszíneken továbbra is viselni kell a maszkot. Emiatt célszerű egyet mindig magunknál tartani, hogy kéznél legyen, hogyha szükség van rá. A Covid osztályok kivételével pár napja már lehet látogatni a kórházakban fekvő betegeket, ám több szabályt is be kell tartani. Halason a kórház házi rendjében meghatározott látogatási időben 11 és 13, illetve 16 és 19 óra között lehet felkeresni a betegeket. Egy beteget naponta maximum egy hozzátartozó látogathat, maximum egy óra időtartamban. Védettségi igazolvány vagy 48 órán belüli negatív PCR szükséges a látogatáshoz. A védettségi igazolvány mellé arcképes igazolványt is fel kell mutatni. A mozgásképes betegeket arra kérik, hogy az osztályok előterében fogadják látogatóikat. A Duna-Tisza köze Népművészeti Egyesület kézműveseit hívta meg Kiskunhalasra a hazatalálás baráti kör. Pünköst hétfőn nem csak vásár, hanem kézműves bemutatók is láthatók voltak a Végkúria udvarán. A rendezvény látogatói elmondták, most így a járványveszély csökkenésével jó volt újra kimozdulni otthonról. A Végkúria és az udvar árnyas fái méltó helyszínt adtak a kézműves rendezvénynek. Bus József szervező elmondta, hogy a pünkösdi hagyományok ápolása mellett a vásárral az a céljuk, hogy az emberek megismerhessék a kézműves termékeket, azok előállítóit, készítőit. A pünkösd hétvégéje az azért mindig egy örömteli ünnep volt. Ugye a pünkösdi királyválasztás, az emberek összejöttek, ugye mégiscsak ugye már nyár eleje, szinte tavasz vége. És hát most ez különösen azt gondolom, hogy egy fontos dolog így tényleg ezután a hosszú bezártság után. Még amikor elkezdtük szervezni, nem is tudtuk, hogy már ennyire szabadon
lehet ezt az egészet csinálni. Így aztán egy picit visszafogottabban kezdtünk neki, hát ha tudtuk volna, akkor még bátrabban szervezzük. Tehát mindenképpen az, hogy jöjjenek össze az emberek, örüljenek annak, hogy végre kint lehetünk, együtt lehetünk. A Duna-Tisza közi kézműves egyesület tagjait látjuk itt most, elég jó viszonyt ápolunk velük. Hát nyilván ugye elsősorban a közeli kézműveseket próbáljuk előnybe részesíteni, főleg egy ilyen kisebb rendezvény, ugye, ahova nem tudunk hozni sok kézművest. És azt gondolom, hogy ők nagyon színvonalas, nagyon szép munkákat hoztak ide. Horváth László Kecskemétről érkezett a vásárra. A fafaragó mesterségét a bátrabbak ki is próbálhatták. Mint mondta, hónapok óta várták már, hogy újra legyenek programok, rendezvények, vásárok. Mi nagyon bátrunk, mert harosan járunk a születi napokra, szoktunk jönni a magyarok vásárára. Mivel elmaradtak, örültünk neki, hogy a Józsiék hívtak bennünket. Mit csinál? Mit mondunk arra? Hogy? Dudikál. Na végre egy jó szó. Hozzáteszem, hogy has környéken gyűjtöttem annak idején a legjobb hangutánzó szót, a Trabantnak a hangjára, ami azt mondta, hogy söndöröndödödödöm. Pirtón volt, komolyan. Nagy sikere volt Boka Gábor képmutogatós vásári komédiás műsorának is. Ignác Gábor úgy gondolja, a V-kúria ideális helyszíne az ilyen rendezvényeknek, ha tehetik, jönnek majd a hasonló vásárokra. Mi nagyon szeretjük a gyerekekkel a kézműves rendezvényeket, és már nagyon vártuk, hogy végre legyen egy ilyen Kiskunhalason, és hát eljött ez a pillanat, és nagyon örülünk, hogy szabadság van újra, és ki tudtunk lépni a közösségbe. Ezúttal szombaton kezdődtek a versenyszámok a 4 évszakos filces pályán, Kiskunhalason a Pünkösdi országos minősítő és felkészítő díjugrató versenyen. A megméretés résztvevői körét a helyi és környéki lovasok dominanciája jellemezte. Magyar bajnokunk, a határőr Dózsás Fazekas István 6 győzelmet is elért, mindezt a közönség is láthatta, mert a szabályok immár engedték a nyilvánosság számára is a verseny látogatását. Az idén először látogathattak nézők a Hírling József Lovasparkba, és sokan éltek a lehetőséggel. A 3 nap vitathatatlanul legeredményesebb lovasa Fazekas István lett, aki ott jártunkkor 5. győzelmét szerezte a szintén helyi lovassal, Karádi Árminnal történt összevetés során. Szombaton 3 versenyszámot sikerült megnyernem, illetve volt egy 2. és 1. helyezésem. Tegnap 1-et sikerült megnyernem, illetve volt 2 másodikam, illetve még 1/4. A mai nap egyelőre még csak maximusszal mentünk az 5 évesbe, amit sikerült szintén megnyernünk. Nagyon érdekesen alakult az összevetés. Mi járt a fejedben, láttad az előtted lovaglót? Hát igazából igen, láttam az Árminnt, hogy egy verőhibát vétett, igazából én csak arra próbáltam törekedni, hogy egy aránylag gyors, de hibátlan összevetést tudjak menni, és akkor ez így szerencsére így sikerült is. Karádi Ármin az utolsó akadályt ütötte az 5 éves lovak számának összevetésében, de nem volt elégedetlen. Nagyon jó volt, nagyon örülök, hogy a Fazekas Istvánnal tudtam összevetni. Nagyon jól ugrott a ló, az utolsó ugráshoz picit meg kellett tartani, nem tudtam jól előrefelé odaérni, és fiatal ló rutintalan hibát vétett, de amúgy nagyon jó volt. Az utolsó ugrás után azért magadba morgolottál, miért? Meg lehetett volna csinálni? Hát ez mindig ez a pillanat hevében. Meg lehetett volna, egy rutinosabb ló kiugrotta volna, de ő így fog tanulni, hogy elköveti hibát, és lehetőleg legközelebb nem fogja. Lovasoknak mit jelent az, hogy nyitott a verseny és közönség is látogathatja? Van-e különbség? Természetesen van, sokkal jobb a versenynek a hangulata, lovak is szokják a közönséget, úgyhogy én nagyon örülök, hogy újra látogathatja a közönség a versenyt. Rózsahegyi Róbert, a Hírling József Lovaspark telepvezetője elégedetten összegzett és a következő hónapokra előre tekintve nyilatkozott. Szervezőként is nagyon örülünk, hogy egy kicsit végre könnyebb helyzetbe kerülhettünk, és jöttek a nézők is. Ez a tegnapi napon abban a szép időben meg is látszódott, lelátók meg is teltek. Látszódik, hogy a halasi közönség még mindig érdeklődik a lovasport iránt. Jól sikerültek, azt gondolom, az elmúlt időszak versenyei, de teljesen más a hangulata egy versenynek, így, hogy most már nézők is jöttek, aztán sajnos tegnap a nap végét egy szélvihar elfújta. A beléptetésnél milyen protokoll történt? Ugye most még a jelenlegi jogszabályokat alkalmazva a védettségi kártyát kértük felmutatni a nézőktől. Ezzel rendelkeztek, és nem is volt probléma zökkenőmentesen, annyi, hogy egy kapus beengedést választottunk a
biztonság érdekében, illetve a Kincsemárd épülése miatt ugye a Fazekas utca felől még építési terület is van. Meddig valószínű, hogy a hátsó kaput kell használni? Mi abba bízunk, vagyis hát a program ugye az, hogy június 18-án a Kincsemház átadásra kerül, amit egy lovasszínházas előadással is ünnepelünk, és akkor már a Fazekas utca felől is várjuk a közönséget újra. Most egy picit a versenyekbe szünet következik, a június hónap inkább a családi rendezvények, kulturális események lovasszínházról szólnak, majd júliusban újra két komoly verseny vár ránk. Színes portrékkal, interjúkkal jelenik meg szerdán reggel a Halasi Tükörpünköst utáni száma. A lap beszámol arról, hogy miért is zárják le két hétre a Túri József utcát. A Tükör újságírója ott volt a felsővárosi plébános, a szeretett István atya születésnapi köszöntőjén. Sáli Levente pedig arról beszélt, hogy milyen színeket kapott a kerttől. A Heti Tükör hátlapján a Bibó István gimnázium végzős diákjainak tablója nézhető meg. Most egy-egy mondatban felidézzük mai híradónk legfontosabb témáit. Halason is tombolt, fát tört a hétvégi vihar, több helyen áramkimaradások voltak. Nem kell maszkot viselni a közterületeken, az üzletekben viszont továbbra is el kell takarni a szájat és az orrot. Vége a kórházi látogatási tilalomnak, egy beteghez egy nap egy hozzátartozó egy órára mehet be. Minden érintettől várják a visszajelzést, idén nyáron is ingyenes ebédet kaphatnak a rászoruló fiatalok. Kedves nézőink, keddi hír összefoglalónkat látták, viszont érdemes lesz továbbra is a Halas televíziót választani. Most jön az időjárás előrejelzés, megmutatjuk, hogy a következő 24 órában milyen időre számíthatnak itt Kiskunhalason. Ezt követően a napi mozaikban a zeneiskola egy tehetséges növendékét, Bozoki Dánielt ismerhetik majd meg 8 percben, majd jön szórakoztató retro magazin műsorunk, a Koktél újra keverve, ezt láthatják egészen este 8 óráig. Köszönöm, hogy ma is minket választottak, holnap este is nézzenek bennünket, 19 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. Viszontlátásra!